ezt a csokoládé és traktorkerék üdv a csatornán kiperjelentik a következő videóval, ami nem lesz más, mint a Seven Days to Die, és úgy gondoltam, hogy tradíciót teremtünk, így a videó elején mindig olvassunk be olyan kommenteket, amik segítséget nyújtanak, igazából így te is, aki néző vagy, látod, hogy merre fog haladni a történet, milyen tippeket nyújtanak számunkra az emberek, meg hát én is egy kicsit akkor felvilágosodik, vagyis felfrissítem az elmémet, mert a Keepernek olyan a gondolkodása, mint az arany, hallnak, eltalált mindent, de itt tök jó, mert így a videó elején elolvassuk. Na, Norvég írja egyébként, meg nem csak Norvég, hanem többen írtátok, hogy menjek el inkább a trader fele, és ne telepedjek le ebbe a bányába, mert itt egyáltalán nem nagyon jól védhető a szituáció, meg ráadásul a tradernél küldetéseket tudok felvenni, ami nekem nagyon jó lenne, mert jó cuccokat kapok, meg ráadásul XP-t. Úgyhogy ezt meg kellene fogadnom. A srác egyébként, aki mondta, hogy jöjjek el ide ez a bányákhoz, nagyon szépen köszönöm neki, ő még mondta, hogy itt lejjebb valamerre vannak még jól védhető helyek, viszont azért én nem vagyok benne biztos, hogy például, hogyha ide a zombik potyognak majd le ebbe a kanyomba, és igazából még ráadásul be is szorulnak, és engem támadnak, az nekem jó lesz. Úgyhogy lehet, hogy nézzünk valamilyen más letelepedési helyet, megnézzük a tradernél, hogy azon a környéken van-e egyébként. Gangster írta, hogy bírja ezeket a felfedezős részeket, úgyhogy akkor megint ebben lesz részed egyébként. Megírta, hogy a létre mögött be lehet jutni egy kis helyiségbe, és a víz alatti alagútat nézd meg. Ez valószínűleg vissza fogunk ide térni, mert úgy gondoltam, hogy akkor ma felfedezünk. Elmegyünk a trader környékére. Ervin írta, hogy a kígyót is nyugodtan csapjam szét. Egyébként ezt mindig elfelejtem, mert annyira jelentéktelennek tűnik, hogy az. Bandi és többen is írták, hogy a bőrirodai széket is jó lenne, hogyha szétszedném, mert bőrt ad egyébként. Egyébként Bandit mondtam neked, nem emlékeztem rá. Ja, és Szilárd Nikli, hello Szilárd! Mindig saját készítésű ládákba pakolj, mert az könnyen megismered. Ez is egyébként jó. Ja, és Demon Hill is mondta, hogy a kereskedő mellé jobb lenne költözni. Na, ennyi komment fér bele ebbe, egyébként nagyon sokan írtatok, szia Keeper, hello, bello, szevasztok! Örülök, hogy visszatértél hasonlókat, de nem akarom húzni tovább az időt, de egyébként akkor ez lesz a tradíció, hogy minden egyes rész előtt csinálunk egy ilyen komment reagáló szekciót. Leginkább, hogyha írtok tippeket, azokat ugye mérlegeljük és megfogadjuk, és most mérlegelek és futok a francba innen el. Gyerekek, 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 jaj, túl vagy terhelve a Keeper, bazzeg, ajaj, 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 várjál, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, de viszont azért ebbe a ládába most belepakolok, megjegyezzük, oké, megjegyezzük. Álljatok, hadd gondolkodjak, álljatok. Kicsit felhangosítom itt a dolgokat, mert én nem nagyon hallok semmit. Ja, ami nem kell nekem, most gyorsan nagyon belepakolok, jó? Lőszer kell, akkor barátaim, van itt problém, nagyon. Ezt le kéne szkrepelni. Jó, egy kicsit, fú, ez mit, cement, nem kell. Ami nem kell, azt hagyjuk már itt egy kicsit, mert ami most így hirtelen nem kell, jó? Mert nem, annyi, hogy ne legyek túl terhelődve, rugó. Nem kell, ez a szar, nem kell. Nézzük, hogy megyünk végig, jó? Hogy mi az, ami kellhet, mi az, ami nem kellhet. Kalapács. Kalakalapalakalács. Nem kell kettő kalapács. Glue nem kell, ez biztos nem kell. Lőszer vigyük hátha. Ez most nem kell. Pénzt azt igazából azt hiszem, hogy leszkreppelni lehet, ugye? Milyen receptek vannak rá? Van egyáltalán receptre? Nincs skreppelni, lehet, papír lesz belőle, jól van. Olaj nem kell, vas nem kell, ez a szar se kell. Többi nem is fér bele. Jó. Még mindig túl vagyunk terhelve, de most már annyira nem. Jó, oké gyerekek, akkor húzzunk a francba. Tényleg akkor megfogadom a tanácsotokat. És várja. Nem volt nekem egy izém, egy ilyen... Mi az? Lerakható... Ágyikó. És mi a hülye vagy kipper? Hol van az ágyikó? Mi? Ja, le van rakva, jó van. Úgy gyerekek, nagyon tele vagyunk. Mint a győri busz, ugye? Akkor húzzuk a pennába, gyerekek. Nem tudom, hogy tudok kijutni innen egyáltalán. Azt mondom, építkeznem kell. Jaj, more, az anyád. Várj. Most bukóbordon csináljuk ezt a... Tudok csinálni ilyen magam alá építkezést? Vagy most már ez nem megy? Ja, már nem tudok oda rakni. Hej, te fiú. Hát, micsoda dolog. Nem, ez jó. Ah, sikerült. Azért Keeper megoldott megint a problémát. Ó, te fiú, várjál, szedjük. De jó, hát ezt fel kellett szedni, hát akkor nem lehet itt hibázni, vagy nem kell hibázni. Gyerekeket nagyon jó, mert nem lehet lerakni ide, tök farankó. Oké. Okay. Ja, jó van, letolt. Ó, te fiú.
Várjatok, van egy ötletem. Oda miért nem lehet berakni például, mekkora egy hülyeség, miért nem engedi oda berakni? Abba a kockába. Abba a kockába miért nem enged berakni, ha? Jó, már most izé Skipper megőrül. Nem kicsit. Jó, legyen így. Ezt is ki kell jutni, ami nem egyszerű, már kezdődnek a problémák. Létrával? Mivel? Létrával megyek fel? Itt fel tud ugrálni? Valószínű, de várja, ide akkor már tudok magam alá rakni, ugye? Ez egy ilyen farabúci megoldással oldja meg a Keeper. Az előbb ugye letolt minket, úgyhogy jó lenne, az nem történne meg. Na most egy ilyen, így oldom meg. Akkor minél hamarabb jutni innen, mert azért ugye izé van 11 óra 53, aztán nem kellene megdögleni a francba. Várj, Sándor, álljál le. Vagy ne nézzél, Keeper intézkedik. Az összes frame-et elhasználom. Jó, van ide, úgyis visszamegyünk, jövünk, mert az utcaik lesznek, legalább akkor majd könnyű lesz a lejutás. Figyelj, ugrok egyet, itt biztos megdöglök a francba. Mi az első szabály, gépfegyver a kézben? Hülye vagy, Keeper, ne legyél hülye. Na, veressük neki, álljál meg. Álljál meg, karakter. Álljál meg, karakter, álljál meg! Vereis bőr! Milyen vagyok, nincs annyi bőröm. Na, az a mi komolyan most, annyira meg vagyok keveredve, mint az őrület. Éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk. Remélem kaját hoztam azért, mert megvadulok. Lehet, bedobok egy kávét, gyerekek. Ígyunk egy ízé, együnk egy-két kaját. Dobjuk be egy kávét. Leszkrepelem a kávét, az nagyon jó lesz. Attól megindulok, mint a tavaszi virágok. Ígyunk egy ízét, ilyet is. Azt akkor kemények leszünk, mint a Rambo 3. Jó, nézzem, mert mennyi bufot kaptam, mindenféle. Szomjasak vagyunk, tudom, de most már vissza a ízé piát, úgyhogy jó lesz nekünk. Jó, akkor tréner fele orientálódjuk, meg legalább meglátjuk, hogy mi van itt a környéken. Jó, tudom, melegen van, mint az állat, bele kéne menni valami vízbe. A nyakon kéne öntenem magam egy valamivel. Egy dézsa vízzel. Jó, csapjuk neki, gyerekek. Ugye kávé az nem is tudom, azt hiszem, mindjárt megnézem, hogy miket ad. Jó, egy kicsit nem voltam gondolkozva. Max stamina bónusz kapunk, a kávé ad például. Gyorsabban izé töltődik, ugye? Stamina, az is stamina, amúgy nagyon kell, oda nézze, bingo, bingo. Jó, nem gond, figyelj, nem gond, ezzel meg fejben türlöm ezt a csávot, de. Azért arra, igen, mondtátok, hogy arra figyeljek, hogy onnan, figyelj, bőrt kéne szereznem. Hogy ne süljön el, tököm. Jaj, mondtátok, hogy onnan tudom, hogy meghalt a zombi, hogy az XP-t felírja jobb oldalt, nézzél rá, azt csak. Úgyhogy azt is köszönöm azt a tippet, eszembe jutnak néha ilyenek. Várja, most meg már még jobban túl vagyunk terhelve, viszont a bőr az nem ártana. Bőr, de lehet, hogy bőr még ráadásul hagytam, hogy nem baj gyerekek, minden oké van, semmi gond, semmi gond. Állatokat lövünk, aztán bőrt csinálunk, minden szuper lesz. Menjünk a trader fele, meg menjünk, orientálódjunk föl a dombtetőre. Mert akkor látom, hogy mi a szituáció, tudod. Körül tudunk nézni, nem? Csak megyünk minden a izék. A vakvilágba, az mi az? Várak? Várak vannak? Budai vár. Hadd várjon! Egyébként van itt látnivaló bőven, mi ezen a izé. Egyébként ilyen kis barlangnyílások, miért is tudod, ahol a Dölörint elrejtették a izé visszajövőbe kettőbe. Abban volt, kettőbe volt, ugye? Nem a háromba volt a visszajövőbe, a háromba. Oda néz, katonai bázis. Van itt minden, mint a bucsuba. Ott meg nagy város. Hallod? Lehet, hogy jó fele megyünk, jó lesz nekünk ez. Tudom, túl vagyunk terhelve, viszont visszük a cuccot, visszük a málhát. Egyébként ezt mi a szarnak viszem? Ezt nézd meg. Ezt skrepeljük le már. Egyébként, ja, ezt is leszkrepelem. Tudom, hogy ez jó lenne másban, de leszkrepelem. Ezt nem merem leszkrepelni. Tudom, jön a idő. Vinettu. Hú, meg kellett volna csinálni. Most szar volt. Jaj, de kaktusz. Meg kellett volna csinálnom a izét, a vizet, ugye? Legyen vizet, mi a szar, gyerek? Oda nézzé, ház. Aha, és hol van a izé? A
meg valami gyar, meg ilyenek. Van itt minden tényleg, hallod? Na, veressük neki, gyerekek! Adom neki! Hallod, ott is tizé nagy vá... Ott van egy ilyen nagy gyar, épület. Mi a szar? Itt meg van egy izé, egy ilyen bar. Nehogy a... Hallod, azt nem mondd, hogy a kiégett földön lesz a izé. Ez a... Ez nekem nem lenne jó egy másik trailerhez menni? Miért muszáj ide jönni el? Meg a kis város van. Volt egy olyan sorozat régen, jó volt ilyen izé, határőrök voltak be. Te hallod, itt elmegyek, biztos 200-on megtámad, de most tényleg körül kellene nézni, mit tudok leszkrepelni, mert nem kéne szarrá izéni. Oh, dühöllem. Figyelj, megeszem a francba őket, jó? Hadd menjen fölfele kaja szintem, úgyis mindjárt megéhezik, 50% környékén van, elfogy a francba. Ecsetet kidobom, hallod, vagy leszkrepelem, vagy nem tudom, nem kell. Ezt is szkrepeljük le. Ezt is szkrepeljük le. Legyen kevesebb cuccunknál. Ez valami íző, valami szarkus. Menjen a levesbe. Gyerekek, az anyja, úristen. Figyelj, ezt nem igen használom. Leszkrepelem, jó? Nem arra ugye. És akkor már is nem vagyunk túlterelve. Ugye tudok futni, mint a bolondok. Lábad eltörde tört képer, mert képes vagy erre. Oda nézed, egy kis város. Kis gettó, mi? Figyelj, ott meg egy man, izé, ne szórakozz. Ja, azt hittem, hogy ez... mi az? Harapós kutya, hallod? Hogy mi az? Nem? Nem azt jelenti? Jó, melegünk van, meg minden kutya füle. Ejjj, a kaktuszra már megint a tökömet felsértette. Megint láb közé vettem a kaktuszt. Valami hörög, börög. Azt a brat életbe... Jaj, a keserűcé. Hallod, még mindig borcsózik a hátam, esküszöm, még ebben a pillanatban is. Most kezd így apadni. Ebben azt mondtátok, sok tolja. Ja, jó. Hallod, még mindig a hátam az zakatolnak a hüzeik, a hangyák. Jó. Hát ez nagyon összefostabb magam ember. Esküszöm. A közsbe magad kipör. De hallod, pont ám a kiéget a föld közepén kell lenni az én nekem lenni izaimnek. Ahova küld ez a szár. De legalább nem lesz melegünk, vagy ott is melege van. Ho! Ti is meg... Nyúl! Jó, hát ezt nem érem utol, biztos. Nem akarom ellőni az összes lőszeremet. Precíziós lövés, gyerekek! Jó, a bőrre megyünk rá. Nyúlbőr kell. Hova tűnt? Azt hova tűnt? Mert ízét néztem a skillbát. Ja, itt van. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra. Az álma, ízé, belebököd egy kést a nyúlba, aztán gyűn belőle a cucc. Na, vagyunk, erre vagyunk. Paza, itt nincsenek ilyen, nem lesznek... Hoppá, milyen éles váltás. Nem lesznek ilyen extrém szörnyek. Egyébként még mindig van egy csomó lőszer. Jó ez a fegyver, nagyon erős. Meg egyébként nagyon könnyű létrehozni, hogy akik nem talál... Mondjuk ez egy 4-es szintű. Ez... Ja, mondta Joe, hogy 6-os szint, meg többiek is mondták, hogy 6-os szint az erősség. Te hallod, ide bejöttem, megdöglök a francba. Jaj, nem már itten vannak ezek a izék. Tüzes... Akármicsodák. Te itt éjszaka nem akarok. Hallod, itt telepedjek le, nehogy már. De figyelj, álljál meg. Ide eljövök, akkor utána már szabad a gazda, nem mehetek, amerre látok. Elmegyünk a másik traderhez. Hát én nem fogok itt a héderezni. Jó, most a küldetés miatt eljövök ide, jó? Annyi. Ezt húzunk innen a francba, gyerekek. Nekem ez nem buli. Hú, srácok! Nem vagyok boldog. Megint belevittetek a szarba. Csak 400, de mondjuk nem biztos, hogy izé lesz. Lehet, hogy más biom lesz addig. Hát jó, még jó messzi van. De hallod, házak meg minden, atya fi. Jó, jó, a kösz gyerekek, megcsináltátok nekem itt a programot. Itt szoktak lenni ilyen Doberman kutyák, ki van a kékből, szemük már nem akarom. Gyerekek, már megint tökre teszitek a képet idegileg. Hallod,
Nehogy jól érezd magad, így, gyere el a izé nagyvárosba, kiégett földre, ott a legjobb. Ott van a izé safe zone. Hallod? Ah. Mi a szar? Szobb, györ! De szemetek álljon meg gyerekek, oda néz. Ne! Mi a izé autó? Ó, oh, valami izé, speckó autó, belenézek, hallod, várjál. Millió zombi. Ez valami túlos izé, truck. Jó, egy szar volt benne. Tehát itt ilyen szerszámos, vagy ilyen pff, valami olyan. Gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek, aki írta, hogy jöjjek el a trailerhez. A szemetek álljon meg a... Várjú mondja neki, hogy csecsem vagy jó. Ha mondjuk itt más biom van, fás. Na én nem akarok fás, nem szeretem a fás biom. De lehet, hogy ide mehetek egy francba elé, nem? Körülnézünk. Bazza, milyen izé ez? Ha, nagyon brutális. Open van, na! Jó, álljunk meg. Egy szóra beteszem az ajtót, jó? De ez milyen trader? Ez másfajta trader, hallod? Vagy ez ugyanaz, csak más körítés, mi? Jó, én hiszek nektek, gyerekek. De szavasz, ide küldtek nekem. Meds, drugs, booze. I've got it all. Ennyi? És akkor semmi? És megtörtént az esemény, jó. Oké, ennyi? Sikerült? Jó vagyok? Szuper vagyok? Mehetek a francba? Várjál már, nem tudok eladni neki valamit? Most én nem akarok itt munkát felvenni. Hú, figyelj, de gránát, apám! Te rohadt! Ijá lett be! Elje, figyelj, vedd meg el! Nem veszed meg? Nem. Figyelj, eladok olyan dolgokat, amik annyira nem... Electric parts-ot eladom. Mert... Legyen izé helyem, jó? Egyébként tudom, hogy mit fogok venni, már rájöttem, ez mi az, nem kell? Papere, nem kell? Ez mennyi, ez nem kell? 16 ér, adja, nem kapod meg testvérem. Ez sem veszi meg, nem vesz meg semmit szinte. Rezet veszel? A 5-16, ezt eladom. Jó, rezet, ezt gyűjtjük majd, jó? Viszont ezeket a ilyen minimál darabokat, ezeket meg kidobom, mert ez csak foglalja helyet. Konzervdoboz, minek veszed meg, tesó? Na, van a automatád? Vagy izé, mennyibe adod a izét? Mennyibe adod kaját, piát? Az érdekel engem, testvérem. Na, Yuka Juice, mennyi? Né, hallod itt néha 468, meg ilyenek izé... bekerülnek, meg ilyen rettenető drágák. Kint az automatával, meg tök olcsók szoktak lenni. Van a automatád? Ott van a... Yuka Juice itt, meg 68 a Yuka Juice. Tök jó, nem? Az egy jó buli. Tényleg, esküszöm. Tök jó. Yuka Juice mit is ad? Stamina reget. Meg water-t. Jó sok water-t ad. Többet ad, mint a sima water egyébként. Baszik, jobban növel. Ebből kell vennünk egy jó párat. Ja, csak egyet lehet. Ó, ez akkor szuper, nagyon jó. Figyelj, akkor én az izéket veszünk. Ami jó dolog, jó? Jó, ez ilyen izé. Mi ez? Betalhatod, hallod, hogy mi az? Ez valami nagyon jó cucc. A vouchert is ad, foodot is ad, vegyünk egy ilyet is. Kutyakaját meg nem veszünk, jó? Nem vagyunk túl terhelve, de figyeljetek gyerekek, az a szituáció, hogy nagyon nincsen időm. Úgyhogy most, megint... Jó, megszivattam magam, úgyhogy nem... Lutolni kéne, mi? Jó, legalább itt körülnéz, hogy gyorsan. Az a baj, nem, az ember nem bírja ki, nem? Ezt most aztán fel kellett vennem, tényleg. Ú, de... Annyira lutolhatnék van, de nincs időm. Jó, nem baj, nincs időm, gyerekek, menni kell a francba, jó? Trailer környékére le kellene telepedni. Várjál ma, azon gondolkoztam, hogy ugye itt volt a bánya, és én erre láttam még valamit, hoppá, gyorsan kéne menni. Arra, mintha láttam volna én még valamit, nem tudom, nem egy trader. Igazából
Tök jó lenne, hogyha lenne ott a közelben való egy trader a bánya környéken, mintha azt láttam volna. Figyeljetek, nem ugyanazon az útvonalon megyünk vissza, hanem egy kicsit így kerülünk. Aztán hátra találunk egy trader-t, jó? Vagy a Jukka Juice-t dobjuk már be. Ja, egy darabom van, de jó, szuper. Ugye be is külön, mert igazából csak mindegy, mikor iszom meg, ha egyszer most is. Hadd töltse azt a időt, később fog levenni, viszont ugye stamina-reget kaptam miatta. Egyébként, hogy így rohansz, sprintesz, mint az őrült, ilyen nagyobb városban azért beleceg, hát de igazából ez ilyen töltési akadás. Ne haragudjatok érte, hát az ilyen. Valóban azért vannak itt bőven emberkék. Hopsz, és most fogyott el a staminám. Ezért jó a gépfegyver, van, nem kő stamina. Hogyha meghúzza már a bolszt. Ugye? Nem vagyunk annyira rosszak, mint amennyire gondoltam volna régebben, hogy rosszak leszünk. Amit egyszer haltunk meg, jó, akkor a kutya hülyeség miatt lehetett volna jobban is kijönni, mert még mindig bánt egyébként. Akkor nem halok meg, akkor még mindig nulla élettel, vagy nulla vittel lennék. Azért annak jobban örülnék, mint hogy most egy ilyen egyszer meghaltam. Még mindig veretleneknek érezni én magam, értetek, mire gondolok. Ugye, bandite meg érted főleg mi az, hogy úgy érzem, hogy lenyomott a játék. Van egy ilyen érzés, van egy ilyen érzés az emberek, és igaz, tényleg igaza van annak, akiről nem beszélünk, de vagy csak hülyeskedek egyébként. De tényleg van az embernek egy ilyen, emberben egy ilyen érzés, amikor egyébként amikor állsz, akkor miért nem töltődik gyorsabban a stamina, mint amikor sétálsz. Az is egy jó dolog lenne, nem? Jó, gyerekek, figyeljetek, 22 óráig kell találnom egy olyan helyet, ahol letelepedek. Maximum visszamegyek a bányába, de nem szívesen. A bányó az egy ilyen hirtelen fellángolás volt, fel fogjuk térképezni gangsternek, mondom meg mindenkinek, akit érdekelnek a titkos részei még, főleg a víz alatti, de én úgy gondolom, hogy... Akkor hallgatok a nép akaratának, meghajolok. Ez mi ez, víztorony? Az egy víztorony, ugye? Jó, nem kell víztorony. És hungry vagyunk, gyerekek, de viszont ettem kaját, és olyan kaját is vettem, baze, amelyik izét is tölt, piát. Na, mi a szar? Amikor megnyitod ezt a szart, ez van baj. Azt hiszem, ez az. Jó, van, figyeljetek, kaja, pia, probléma. Annyira nincs egyébként, mert tudod, júj, a főzőerény, meg minden. Jaj, össze-vissza van minden, már három helyen lesznek a dolgaim, mi? Na jó, kiértünk innen a... Megyünk egy kicsit, így kerülnek el ezen az részen, jó? Aztán meglátunk egy trader-t. Ott egy bevásárlóközpont, menj a francba, imádom azt. Várjál már, baze. Ez a gyár, ez ismerős. Régebben nem itt volt az a tornyom, valahol. Gyerekek! Az nem a börtön. Az a gyár ismerős, meg a kiégett föld, és mellette. Hát én nekem régen itt volt egy tornyom. Nem azon volt nekem a tornyom régen, vagy valami hasonló. A nagyon régen a Beta 9-be, vagy Alpha 9-be. Hú, ez nagyon jó, gyerekek, ilyen bevásárlóközpontnál olyan lud van, mint az állat. Mondtátok, mondta mindenki, mondjátok. Jó hely. Na itt lenne egy trader, akkor... Az nem trader? Nem. Itt fölköt, annak a hegynek a tetejére, aj, de jól érezném magam, moréjattat, ott lenne a legjobb. Itt el tudnék vasázni a környéket. Jaj. Na. Adjál egy trailert előm, aztán nagyon boldog leszek. Ez nem trailer? Hallod, ez nem trailer? Van víz is itt a környék. Jaj, édes Istenem, hallod, ide akarok nekem tenni. Annak a hegynek a tetejére. Itt egy kis tóparti izai házat fölhúznék magamnak. Mondd, hogy ez trailer, more! Mondd! Sziszereg a kígyó, eljár meg, Sanyi. Fejbe verem el. Megcsibb, bazza, megőrülök. És mi van, nem döglött meg, de megdöglött. Jó, bőr kell. Jó vagyunk. Csomó bőrt összeszedtem. Egyébként már meg lenne, hogyha visszamennék ugye a régi helyemre. Hallod, ez egy trailer. Ez egy trailer. Ez egy trailer. Vagy nem?
nem biztos egyébként. Törülök neki, mint vagy. Á, nem, ez nem trader. Az ezt rohadt nem trader. Mi trader? Ne, lószar trader ez. Szét lehet verni, mert akkor igazából mindjárt bümmög egyen, ugye? Hát ez nem trader. Ugyan nagyon örült a creeper. Aztán vagy semminek. Viszont ezt is meglátogatni, nem érdekes helynek tűnik egy. Jaj, hát itt el millió zombi, az biztos, hogy lenne. Kutyamajmok, meg minden, ó. Jó van, nincs időnk erre, gyerekek. Jó, menjük tovább, bocsánat a hülyeségért, meg a hülyeskedéset. Egy troll trader, jön elé. Milyen sűrűn vannak ezek a traderek? Hoppa, mi ez? Sötét. Nyúl! Nyúlat lelőni. Bolondjul, álljál meg-e! Hát ezt te találod ki. Hú, te fiú, bazze, meg vagy őrülve. Állj meg ott! Hú, de nem jött össze! De nézzük! Kalampolnak itt, ott van, bazzeg vannak. De nem akarok csúnyán beszélni, elnézést! Hamutartónak is mondom, hogy bocsász-e! Tényleg nem akarok csúnyán beszélni, de hallod itt olyan, mint a kivájta volna már valaki itt a dolgokat, de nem. Csak ilyen csúnya. Mondd, hogy trader, mondd! Ez hallod? Hallom a sipolást, amikor üti a zombi. Ilyen trüm! Trüm! Hát, mi a szar ez, bazd? Ez mi ez? Ez katonai bázis, e? De valami, hallottam a sipolást! Esküszöm, mint amikor a zombi üti, tudod, a traderek a falád, valahol itt van egy trader. De jó, ezek a kanyonok, ne egy ilyennek tetejére fökögözni. Vagy oda egy tornyot, ha? Ja, jönnek a kadu. Ha nem, itt kell lenni egy trailernek, hát esküszöm, hogy hallottam. Az mi? Boat? Ez konkrétan ez? Gyerekek, ez egy izé, ez egy katonai bázis. Ez egy laktanya. Ez Hozier, és az baromi jó lehet, meg gondolom tele van nagyon durva lúttal. És az a gond, időm sincs ide, de nagyon bemennék. De itt szerintem az a baj, hogy gondolom nem kis pályás zombik is vannak. Várjál, ma mi ez? Vagy ez valami fegyver, gyár? Na ne szórakozz a fegyvergyár, gyerekek. Az mi? Esküszöm, basszus, mint hogyha azt a hangot hallottam volna, mint amikor a trailernek ütik az ajtaját. Csak most elhallgatott. Ez mi volt? Felfedezés, na gangster, van felfedezés, bőven, csak el fog fogyni a kajánk piánk, ha nem tudok valamit kitalálni. Erre a hegyre kéne fölkepesztetni egy kicsit. Föl tudok kepesztetni erre a hegyre? Gyerekek, itt lenne egy trader, olyan jó lenne, hallod, minden itt van. Izé, fegyvergyár, akkor... Ugye a fegyvergyárba talán meg tudnám magam húzni éjszakára, nem? Fú, hány zombi lehet ott, millió szám. Gondolom, hogy fegyvergyárba bepakolják az élkészítők, hogy ne érezd jól magad annyira. Na, fölmászunk valami hegytetőre, ezt körülnézünk valami trader ügybe. Az a baj, messziről nem tudom megállapítani, én még annyira ügyes nem vagyok, hogy a trader mi. Melyik. Megpróbál, fölhágok ide a hágónak, hogy te ide. Ott kellene menni, ott ilyen síkabbnak tűnik, vagy nem? Itt föl tud venni ez-e. Erre kemény gyerek, ez egyébként fölfele nehezebben megy, az tök jól megvan oldva. Na, de egyébként egy ilyen hegytetőn is tök letelepedik. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy nekiállok itt építkezni éjszaka. Az meg ugye legizgalmasabb. Az a baj, a második nap, az hatodik napon, vagy hetediken, vagy hatodik nap éjszaka, nem? Akkor gyűnek a zombik, futnak mind az őrüt, megráadási támadásba lendülnek a keeper felé, fenyegető szándékkal, és nem biztos, hogy az nekünk annyira baráti móka, szórakozás, kacagás verzió fog lenni. Hát meg már megint megijesztünk, mert miért ne? Hallod innen, azt a betyár is
Tókját. Na ott van a izé, álljá. Jön, mész haza? Az lehet, hogy egy trader egyébként. Az mi volt? Meg se néztem el. Ez nem tudom mi. Város. Dinner. Hoppa, oda nézve a csávó. Settenkedik a keepernek, el akarja kapni a lábiát. Remélem leeső jót, gyerek. Jó, van szavasz. Jó, nem tökölök. Az mi? Az mi ott az? Mi az a citadella, more? Figyelj el! Jó lenne magasabbra mennem, mert nem nagyon látok itt, de ne. Semmit sem. Csak nem biztos, hogy tudok. Éhesek vagyunk, fáradtak vagyunk. Bántják a képet, mindenki bántja. Hallod, azért nem rossz. Annak a tetejére van az a fölmászni oda. Csinálni valami extrém lépcsőt, olyan, mint az istenek, úgy éreznénk itt a fönn magunkat, nem? De azért itt azért el tudnánk viselni, nem gyerek? Annak a tetejére. Ott is van valami nagy épület. Tök jó. Itt is van valami komplexum. Ott is van valami komplexum. Innen hallod, elátsz mindenhova. Abba biztos lehet. Ott van valami, mi az? Citadella van a izének a sarkának. Hallod, én még fölmászok ide, hát ha ellátok, addig együk meg még az utolsó kajánkat is, mert miért nem? Ez szárít, nem? Igen, ez szárít az a hús, úgyhogy megeszem ezt. Ez jobb. Megpróbálok fölmászni még annak a tetejére. Azért, hát itt, ja, azt megnézzük azt a citadellát, az olyan érdekesnek néz ki. Citadella az ilyen, mit tudom én kis. Na egyébként elég jól mászik a karakter, csak baromira zabálja a sztaminánkat. Meg most ilyen hülye hangok is vannak. Ugye ugrálni kell, ezt nem nagyon szeret. Hallod, ide kell fölépítkezni. Azért itt azért, az, komolyan mondom. Na ott van a bánya egyébként, ott van. Te Isten. Távcső van a játékban? Hallod, azért itt lehet ide nézelődni, nem? Ez több, mint brutális, komolyan. Ez több, mint brutális. A világ teteje. Az meg még magasabb van. Az ott a csúcs. Ez brutál. A seregélyek, vagy mi? A seregély az? Leeszi a cseresznyét, hülye gyerek. Na, izé. Ezek a kányák, ezek a kánya, vagy kesejű, vagy ezek alattam repkednek. Alacsonyabb nekik a... alacsonyabb nekik a zónájuk, ahova beszpónolnak, mint ahol én vagyok. Hát ennek a tetején fogok letelepedni. Viszont valamit nézzünk már körül, jó? Figyelj, itt is megy fölfele, hello. Fölmászol, vagy mit csinálsz, tesó? Jó, hogy nem fölfutsz, megcombosodsz. Amire felmész, mi az? Hot. Jó, tudom, hogy baromira hotok vagyunk. Majd lesz elég bőrünk, akkor csinálunk ilyen Franco Nero dolgokat is. Jól van, megnézzük a citadellát, meg ez mi ez, hogy gyárak, hallod, ezeket így szépen, itt tudjátok, mit lehetne csinálni? Elmondom neked. Azt csinálnánk, hogy itt megcsinálnánk a citadellát fölt, osztasz tizé, amelyiket csinálnánk egy csomó dinamitot, TNT-t, minden, nem tudom, az van-e. Fölrobbantanám, amit már kipucoltam, hallod? Lerombolni, és akkor így, mind a térképen, így kihúzni, hogy X. Megsemmisült. Keeper szétcsinálta, megoldotta. Na, mi ez? Itt meg itt van a izének a Don Carlos Hossian Armandónak a üléje, rencse, villája, vagy a Jockey Wingnak. Na mi ez? Iskola, vagy mi komolyan? Ez mi? Ez nem izé? Ez már megint... Hallod, ez izé lesz. Nehogy azt mond. Nehogy azt mond, hogy... Nehogy azt mond! Nehogy azt mond, hogy ez egy... Hogy ez egy mi? Ez mi ez? Leginkább ilyen katonaságra emlékeztet, de én mindig bízok benne, hogy talán nem az. De ez egy katonaság, bazza. Hallod? Itt... Hoppa, katona zombi, biztos gyenge lehet. Hallod, erre nagyon kell vigyázni, mert itt azt mondták, hogy ezek körbe vannak oknázva. Gyerekek, ennél jobb helyet soha büdös életben találnék. Annak a helynek a csúcsán fönne ott a helyére rezni. Itt minden van, mint a bucsúban. De most azért nem megyek be, mert se időm, se képzettségem ahhoz, hogy egy
katonai bázis tele zombival, kipucolják, ezek szét lehetett régen szedni, ugye? Még mindig van csavarkulcs, és hozzá lehet szétszedni a dolgokat, vagy mindent szét kell verni. Mire tőletek kérdez, írj, hogyha valamit így nézed azt a videót, és látod, hogy a Keeper hülyeséget beszélt, csinál, kérdez, akkor nyugodtan írjad meg neki, következő rész elején be lesz olvasva a komment nagy valószínűséggel, ha valami frankót írsz. Ha nem azt írod, hogy FS mikor lesz, mert az nem, Keeper nem fog örülni. Meg fog őrülni akkor. Ó! Hoppa, cita dele, tesó! Na, oda nézzük, milyen izé az. Tetszik. Tetszik, tetszetős, érdekes. Izgalmas. Ilyet még nem láttam. Valami hehereg. Egyébként nagyon biztonságérzetet ez a fegyvere kezembe, gyerekek. Ó! Az egy kőépület. Egyébként az egy kőépület, és az nekem kő. Csak nem tudok átjutni, mi? Ó, tök jó. Az egy kőépület, gyerekek, az le van ott rohadva. Oda le van szakadva, de jó meg van csinálva. Le van szakadva így, és alul vannak a romok. Azért itt vannak érdekes dolgok, meg olyanok, amik meg vannak oldva, nem csak úgy, hogy csak így össze, vissza hánytán. Hoppá, nyúl! Leugrat, meghalt, jó van, bazza. Öngyilkos lett. Inkább ne az egyém legyen a freg. Leugrott a szikláról, vitte a szar. Jó. Tudom, hogy a tollat nem szedem, de most prioritás más, tudjátok. Hallod, annyit mentem, már a szemem kifolyik. Mi van, éjszaka vagy mi van? Mi a szar vagy? Jaj, mi van, gyerek? Jaj, megerett az eső, sötét van. Lehet, hogy a... Most ez nem hülyeség, álljál meg. Lehet, hogy a zombik fognak futni. Why? Azért, mert... Sötét... Mintha valamire emlékeznék, régebben egyébként bent is. Ha bent... Régebben, ha bent sötét volt épületen belül is, meg barlangokba, meg föld alatt, futottak a zombik. Van miért? Mert hát, mert az a sötét van. Ez mi szól? Ami az? Ez valami ízé. Sebző értéke van. Nem tudom, mi az, de jó lehet. Hoppá, azért a Keepernek alávártak egyet. Tökömet megfogta. Seggemre rácsapott olyat, zuhantam egyet. Jó, vizesek vagyok, legalább nem falz. Hoppá, na oda nézzé. Meg jó, hogy van lóvég. Mit van? Uram, na most összefostam magam. De mit open, miért van open, ha egyszer? Jó, azt majd kiveri ő. Én majd kiverek más. Gyertek ki, hallod? Csapjátok, gyertek ki. Hátba húzlak benneteket, kiszabad a vesétek. Jó, van, itt vannak többen is, úgy látom, várjál. Rámegyünk a izére nyilazásra, mert miért ne? Jó, ha nem futnak a zombik, az a jó. Ez a nyilazás, ez még mindig... Kipörnek annyira megy, mint az állat. Látunk mögé mindig nézzük, második szabály. Hoppá! Zombilandi túlélőknek szabályrendszer. Első szabály, gépfegyver a kézbe, második szabály, mindig néz hátra. Hoppá, dobta lutot, ezek jól szoktak lenni. Azt a macs, azt a... Ne szívassál! Ne szívass! Ne szívass, staminát csökkent, mobility csökkent. Ne szívassál! És be... És föl tudod kapcsolni, menj! Oh, yeah, te, ne, more! Sándor! Ja, csak a szalma kalapom most kiállítik, álljál meg! Hallod, odaverek! Nagyon tudok! Nincs szerencsém, mi annyi fejlőszerem van, hallod már? Dunát rekeztetek vele! Jó van, itt meg... Ha jó lenne, valami lenne. Besegítek a fiúknak. Hallod? Egyértek ki. Itt vagyok a... Jaj. Na. Szó szerint feldobta a bakancsot. Én jobban nem tudnátok körögni, be vagyok szarva amúgy is. Hol vagytok? Valaki nagyon ízé topzódik. Ez valami ízé, bolt. Szerintem felső emeleten
Jó, van világítás. Ez nagyon jó néz oda, hallod? Fel tudod kapcsolni, tervek szépen, okosba. Oda nézzetek el, gyerekek, figyeljétek, benne hédereznek. Csáj meg a csávó, megzavartunk valamit, úgy értem. Na, besegítek, jó? Ne dugd ki a kezed, mert oda verek neki egyet. Szomjas... Szomjasak vagyunk? Oh! Ti fiú! Oh! Kop, kop! Kop, kop! El vagyunk kizéve anyátlanodva egyébként. Fáradt karakter, mint az atom. Kop, kop! Egyébként baromi kemények vagyunk, mint a Rambo 3, komolyan. Most tényleg átmentünk a Terminátorba. És ennek még van egy felső szintje. Oda nézzél. Na figyelj, bemegyek a szfajunkért. Ott a gyerek, a. Te éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, meg mindegy kutya füle. Köllött neked itt a idét. Balhézdod. Zárva. És mindig úgy érzékeny, hogy harcolok, fájtolok, úgyhogy gyanús a dolog nekem. Hát van itt minden, mint a búcsúba. Füleljetek, gyerekek, nehogy rácsesszünk. 18-17, amúgy nem állunk rossz, és tök jó az a lámpa. Tök jó, és ez nem, a durability nem megy lefele. Mivel lehet javítani? Kis kajának tudnék örülni. Valahol láttam egy hűtőt, ja? Mert ez, abban nem kell kinyerni semmit. Jó, hát nem tudom egyébként, hogy hol kéne letébolyogni, táborozni. Úgy, hogy ez megzárva kell, hogy legyen. Kiverjem. Jó, a gyerekek, kiverem. Azon nem úgy jön. Ja, inni kéne. Valahogy le kéne itt táborozni ennek a falára, vagy nem tudom, hogyan megmondjam. Tetején, hogy visszamegyünk a bányába. Figyeljetek, én annyira nem szeretem egyébként tűzébe lenni. Szarrá vagyunk túlterelve, és már megint nem kéne lepakolnom valami random helyre. Hoppa. Úgy fogy a stamina, mint az őrült. Nincs valami piám. Meg mi? Éhesek is vagyunk. Úristen, nagyon nem jó ez az egész. Meg mindig melege van, pedig esik az eső, ez meg a legjobb. Tisztém, de jó. Jaj, gyerekek, álljunk meg egy szóra, jó? Gondolkodási legyen, figyeljetek, tudjátok, mit írjatok inkább, hogy mi legyen. Én azt mondom, legszívesebben fölvennék a helytetőre, szerintem teljesen jól ellennék. Ott azért kevés zombiban meg könnyen vét, hogyha csinálnánk egy ilyen kis placot, rájönnék. Leraknék addig egy tábortüzet. Nem tudok forralni vizet, mi? De tudok forralni vizet, nem kell hozzá semmi. Vagy pedig itt addig húzzuk ki az éjszakát. Egész éjszaka meg ott tudnék dolgozni. Annyi időnk lenne, hogy visszamenjünk. Úgyhogy fölmennénk a hegytetőre, és akkor hálózsák, vízforralás, kajaksütés. Kajaksütés az nem lesz. Kaját nem is tudom honnan veszek. Van még 4 kajám, úgyhogy ez jó. Az 40 kaját, bőven kihúzzuk bele éjszaka, nem? Hogy ne húznánk ki vele, gyerekek, simán kiugrom bele. Ezt tudnám mi. Ez valami izé? Ez ilyen... boxer, vagy mi a szar? Jó, eladjuk majd. Nem tetszik, ilyen izék. Van nekem ilyen nagy kalapácsom, az nagyon jó. Jó, oké, köszi, írjatok tippeket. Szerintem jó, hogy felderítettük a terepet, igazából a lehetőségeket megvizsgáltuk. Annak a retei... Ja, de még nincsen itt izé. Ájá, ájá meg. Hát nincsen, nincs, hiába, hiába. Még mindig kellene keresnünk egy, ugye, egy
Jó, kellene keresnünk egy trédert, ami közelébe le tudnék táborozni. És biztos, hogy van valahol gyerekek. És megint ide is pakolja ki, megőrülök, megőrülök. Bajok nem kicsik. Na, tippeljetek, írjatok, mit, hogyan, merre, mit csináljunk. Mit szólnátok rólokhoz. És kíváncsi a várom aztán, mert tényleg már rohadtul le kell telepedni. Menjünk egy kicsit gyerekek, vagy nem tudom már mit csinálni, komolyan mondom. Jó, még egy kicsit, még neki induljunk, még egy kicsit körülnézzük merre. Az mi? Az egy város, nem? Au, ma megint a tököm. Jó, még felmegyek erre a hegyre, azt körülnézek még itt is, mert erre még nem néztem. Vagy ha valami véletlenül láttátok, így a, tudod, amikor a hegytetőn körülnéztem, hogy hol volt trader, akkor írjátok már meg nekem. Nagyon örülnék neki. Jó, és ez a baj, látjátok? Stamina nuku. Első szabály, bazzak. Fegyver a kézbe, keeper! Meg lenne a poncsom, nincsen még mindig annyi 18.59, 3 órám lesz, de még eltakarodni. Meg azért éjszaka én elboldogulok, kemény gyerek vagyok, ne, tudjátok. Ez minek az a megyehatár tábla? Ó, ne. Nem akartam verekedni. Jó, nem halt meg, tudom. Vágom a jelrendszerünket. Hát én rohadtul nem látok itt se trédet, se semmi gyereket. Itt meg abszolút nincs semmi. Ezen a környéken baromi sok dolog van. Jó, hát ezt földobta a bakáncsat. Egy kicsit túlterhelem magam. Második szabály, nézzél hátra. Harmadik szabály, ne törd el a lábad, oké? Szabályrendszert megcsináljuk, gyerekek. Erre még fölmásszak? Nem hiszem el, hogy nincs egy trailer, érted? Még ezt muszáj megnéznem. A flashlight. Hoppá, főzőerdély, orra nézzél le. És meg, ezek nem foglalnak helyet. Hoppá, mi van itt? Izé, kirándulók voltak. Kettes így, baromi nem kell. Tudom, scrappelhettem volna ilyesmi, de nagyon rosszat tettem. Ne haragudjatok, de nem akartam vele vesződni. Kocsi. Egy rohadt, itt lenne valami trader. Tudom, hogy nem olyan közel van, de viszont... A hegytetőhöz képest azért nem olyan rossz. Ilyes, szomjas, minden karakter, úristen. Mindenképpen éjszakára valami olyan helyet kell találni, ahol letelepedésszerű dolgot tudunk csinálni. Fú, gyerek, nem egyszerű, tényleg nem egyszerű az élet. Jó, tényleg elbúcsúzok, aztán így nézzetek körül egy... Így végignéztétek a videót, hogy merre orientálódjon a képet. Az éjszakát, lehet, hogy az éjszakát, össze kéne szednünk magunkat mindenképpen, előbb-utóbb éjjel veszünk meg szomjan, mert... Ja, fa? Menjünk vissza az izéhez, menjünk vissza a citadellához, ott kaját, föltöltött, piát, sütünk, izé, van hús, tudok forralni most már vizet, mindent tudok csinálni, asát esetleg még főzni is, tojás, akármi. A... És akkor utána folytatás következik, hát már... Csak tényleg azt mondja, hogy nincs itt egy trader a környéken. Annak tudnék úgy örülni. Jó, el is búcsúzom gyerekek, hogy ne legyen olyan hosszú a rész, meg tudtok írni még esetleg, hogyha szedekbe jut bármi is. Jók legyetek, csácsom, egy csötészta!